Hát akkor ismételten köszöntök mindenkit, ez a harmadik emelet. Hát ez nagyjából ugyanaz. De itt is voltak közfalak, az azért látszik. De ez is csak egy nagy kodály. Ja, az ott a liftakna. Az is megvan. Tehát érdekes, mert ugye a leírásban azt olvastam mindenhol, hogy itt még Páternosztál lift is volt. Azt viszont én is sehol nem láttam. Ugye a Páter az... A Páternosztál lift az úgy működik, hogy két liftaknál egymás mellett, és akkor folyamatosan mennek a fülkék. Tehát hogy nem áll meg soha, nem, mert menet közben kell be is kiszállni, és egymás után mennek a fülkék. Tehát egymás mellett kell lennie két Páternek. Hoppá, itt egy tűzlét van. Ez lehet, hogy majd... Tudom, hogy ez vajon eddig megy, de kár, hogy csak eddig megy ez a tűzlétre, mert ezen még nincs az szintén, akkor inkább azonmásztam vonulva az első emeletről a földszintre. Viszont most feltámadt a szél. De mindjárt meg tudom nektek mutatni a kilátást innen, most már szerintem az a fa nem fog bezavarni. Eddig már csak nem, na szóval. Ugye, azt látjátok, azt az épületet. Viszont az egy működő vár. Az valami telephely lehet, vagy C-nek a telephelye, és ez még működik, mert onnan mi most is a kocsik kibejárnak. De jó, még jól látszik a Dunapart is. Ez volt az a fa, amik előtte bezavar, de ilyen magasra már nem nőtt meg. Ó, azt a mindenit, egy Konstantin Group mozdony húzta tehervonat. Megy a 150-esen, na ezt mindjárt megpróbálom megmutatni, ha még időben odaérek. Ott megy. Látjátok a mozdonyt? Megvan. Hát ez egy Konstantinos Saurus, és mennek a tartálykocsik. Egy, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. VTG és tartálykocsik. Na, elzúgott egy tehervonat, igen. Na. Nem is az fotóhely ez egyébként itt a 150-es, nagyon jól áll, lehet látni. Hát sajnos ebből most fotó nem lett, mert beállítani a gépek se volt idő. Megint jön valami. Megint jön valami, ez egy föld. Jó. Ez egy föld. Ez nem annyira érdekes. Fotótémának legalábbis. Na nézzük, van még erre valami. Na, gyerünk akkor. A kurva anyádat, kihúzódott ez a madzag. Na, én meg nem tölti a telefont. Nem lesz belőle a videó. És 2 amperesbe kell dugni, hogy legyen valami töltése is. Na, mennyi már ez az. Egyszerűen, nem tudom máshova tenni a powerbanket, az a baj. De valahova meg kell, hogy feltöltsem a töltenivalókat. Jó, hogy a fényképező aksia még bírja. A telefoné meg egy videózást nagyon hamar leszívta. Bár már legalább egy fél órája videózok, hogyha nem több. Jägermeister. Jägermeister. Bizony. És ott a csarnok tetején is vannak írások, na... Hát ember legyen a talpán, aki oda fölmegy.
Én biztos nem fogok most oda fölmenni. Nincs ez az Isten. De egy vagy két szinten följebb el tudom olvasni, mit írtak oda. Itt egy telefonszám. Hát. 0630 261 746. Hogyha valaki fel akarja hívni, amíg ott van egy másik szám, és aztán 5-ös vagy 8-as. Magok a Sherlock Holmesnak képzelő nézőim esetleg felhívhatják ezeket a számokat, és kinyomozhatják, hogy kiféle, miféle, keféle. Nyilván, miféle, kiféle, keféle. Itt is csak egy nagy hodály van. Igen, azért vigyázni kell. És akkor itt a harmadik emelet vége. Emeletet is. Alakul. Hát ez ugyanakkor a hodály volt összefoglalva, mint az előző. Közfalakat itt már szerintem akkor lebontották, mikor még üzemelt ez a terület. Viszont most nézem, hogy ott a csarnoknak is van tűzlécája, tehát szerintem azon másztak ki. Na, ezt még mindjárt megmutatom, így közelebbről. De mindjárt csak átváltok majd a külső kamerának, egyébként is jobb a minősége. De ezt csak most veszem itt észre, hogy itt van egy tűzlécra. Tehát itt van egy tűzlétra, és szerintem ez végig él, de hát valószínűleg, aki oda felpingálta a dolgokat, az itt mászott föl. Ez még annyira nem tűnik vészesnek, mert láttam egy olyan tűzlétrát, amiket majdnem megette a rosda, és csak az imádság tartotta a helyén, na ilyenre biztos nem mennék így fölkapaszkodni. Mert sose lehet tudni, hogy mennyire rosdásodott már szaladá így az évek alatt, hát hullik el az esély, meg minden van vele. Meg hát ugye nem, nincs ez karban tartom már itt tizedek óta. Úgyhogy ez bármikor kiszakadhat a helyére egy ilyen, és mert ki tudja mennyi súlyt bír még el pluszban, lehet, hogy semennyit. Úgyhogy már szaladában van rosdásodban, úgyhogy vigyázni kell vele. Hát az ilyen elhagyatott helyeken mászkálás az sosem lesz veszélytelen, meg sosem volt az. De épp ezért vigyázni kell, és vigyelni mindenre. Na jó, hát akkor folytatjuk. Följebb folytatjuk.